Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Várhatóan mintegy 2000-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a Matthias Corvinus Kollégium középiskolásoknak szóló tehetséggondozó programjában. Az MCC 25 éves történetében még soha nem volt ennyi jelentkező egyetlen képzési programra sem. Mitől ilyen vonzó a középiskolás program? Erről beszélgetünk az MCC Podcast legújabb adásában Wittmann Zsolt megbízott programigazgatóval. Köszöntöm a hallgatókat, Szőr Ádám vagyok, és köszöntelek Zsolt téged is itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nos, hát ha jól tudom, te azért már elég régóta dolgozol az MCC kötelékében, és hát ugye ez a szám, amit itt most mondtunk, hogy mintegy 2000-en kezdhetik meg a tanulmányaikat szeptembertől, ez mindenképpen egy rekordnak számít. Ez meglepő volt számodra? Lehetett azért erre számítani? Egyáltalán hogyan fogadtad ezt a felvételi adatot? Igen, immáron 8 éve dolgozom a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjában, tehát ennyi tapasztalattal rendelkezem a középiskolás korosztály tehetséggondozása tekintetében, és valóban ez volt az eddigi legnagyobb jelentkezési létszámunk, ami természetesen nem véletlen, itt egy nagyon tudatos építkezés zajlik most nálunk az MCC-ben, és talán a legnagyobb változás, ami eredményezhette is ezt a magas jelentkezési létszámot, az az, hogy immáron nem csak budapesti központtal, egy központban kínáljuk a jelenléti képzéseinket, hanem másik 11 vidéki városban is megnyitnak a középiskolás program képzései, és természetesen ez a helyiek számára egy nagyon vonzó lehetőség volt, úgyhogy ebből is eredeztetjük ezt a jelentkezési létszámot. Annyit persze érdemes megjegyezni talán itt, hogy nem volt olyan felvételi időszakunk, amikor ne izgultunk volna a jelentkezési létszámért, ugyanis ez egy tipikusan olyan munka és olyan feladat, amiben dolgozik az ember két hónapot, és csak a végén derül ki, hogy valóban mennyi jelentkező is lesz az adott programra, van egy jelentkezési határidő, és hát azért jól ismerjük a fiatalokat, hogy szeretjük az utolsó pillanatra megtartogatni ezeket a meglepetéseket és a jelentkezéseket, tehát a halogatás az egy amolyan fiatalos tulajdonság. Ez most is jellemző volt, hogy az utolsó hetekben vagy napokban jelentkeztek inkább? Igen, egy ilyen jellemző tendencia az, hogy az utolsó nap, sőt még az utolsó percekben is érkezik be a jelentkezések igen nagy százaléka, ez akár egyébként 50-60-70%-ot is jelenthet, hogy az utolsó pillanatban érkeznek a jelentkezések. Egyébként ez olyannyira felizgatta a fantáziánkat, ez a fajta tendencia, nyilván ez az egyetemistáknál is megfigyelhető sajnos, és hát nyilván ennek van nagyon sok káros mellékhatása, hogy erre mi szerveztünk annak idején képzést is a halogatás pszichológiája címmel, úgyhogy ezekre a jelenségekre szoktunk egy-egy ilyen alkalommal reagálni is a fiatalok számára. Több mint 1000-en jelentkeztek most a programra, ebből Magyarországról 613-an, Erdélyből pedig 522-en pályáztak, és hát ugye azt már említetted, hogy már nem csak Budapesten van ugye képzés, hanem több vidéki városban is elindul szeptembertől, ez nyilván azért sokat jelentett, gondolom, abban a szempontból, hogy most többen jelent. Így van, természetesen, sőt, hát azóta ezek a jelentkezési számok még növekedtek is, sőt, hát a nyár folyamán is várjuk igazából az érdeklődő diákok jelentkezését, lesz egy pótfelvételi jelentkezésünk is, minden évben augusztus végén szoktunk tartani egy pótjelentkezési időszakot, akiknek felkelti az érdeklődését a program, vagy a nyári táborban a barátja részt vett nálunk, akkor tudomást szerezhet a programról, és még a szeptemberi fél évbe be tud kapcsolódni, és hát valóban az a tény, hogy főállású kollégáim kezdték el a munkájukat ezekben a vidéki városokban. Azáltal egy erősebb kapcsolatrendszert is tudtunk fűzni az iskolákkal, és hát azért azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az iskolák segítsége nélkül, vagy együttműködése nélkül ezeket a létszámokat nem lehetne elérni, tehát itt azért nagyon nagy köszönet illeti a pedagógus kollégákat, akik hirtattak a programunkról, akik támogattak minket abban, hogy a gyerekekhez eljusson a program híre. Mi az, ami igazán vonzó lehet egy középiskolás korosztályú fiatal szám, hogy itt kamaszokról van szó sok esetben, akik hát ugye látjuk, hogy manapság ugye el vannak nagyon sokszor otthon a kis játékokkal, kütyükkel, közösségi térben persze ott aktívak, de általában azért nem sok minden iránt érdeklődnek. Hogyan sikerül őket megfogni?
Igen, ez egy nagyon izgalmas történet, itt egy anekdotát engedj meg számomra. Az egyik nyári táborunkban jelezte vissza az egyik ilyen írásos visszajelzési kérdőívünkön az egyik diák, hogy annyira jól érezte magát a tehetségtáborunkban, hogy nem is érezte a késztetést, hogy rá kell nézni az okostelefonjára. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a pedagógiai sikerek, amiket mi el tudunk érni. Én egyébként azt látom, hogy a fiatalok, főleg ez a korosztály, ez a 14-től 19 éves korosztály rettenetesen ki van éhezve minőségi szakmai programokra, minőségi közösségi programokra, minőségi beszélgetésekre. Rengeteg kérdés van a fejükben, akár a továbbtanulás tekintetében, akár az, hogy mi leszek, ha nagy leszek, milyen ember vagyok én, mik az erősségeim, és igazából, hogyha egy képzési program, egy oktatási folyamat jól lövi be azokat a pontokat, amik ezt a korosztályt érintik, és amilyen kérdések foglalkoztatják őket, akkor szerintem meg lehet találni azokat a pontokat, amivel ki lehet őket egy picit billenteni a számítógép vagy az okostelefon elől. Úgyhogy mi ezt a fajta megközelítést alkalmazzuk, amiben ugye nekünk egy közoktatási rendszerhez vagy egy közoktatási intézményhez képest könnyebb dolgunk van, hogy nincsen a nyakunkon az érettségi nyomás, tehát nincs egy nagyon erős időbeli és tartalmi tematikai beli nyomás. Éppen ezért tudunk olyan területeket behozni az oktatási programunkba, amik kimaradnak a közoktatási folyamatból, és újként jelennek meg a diákok számára, de nagyon is igényelik ezeket. Most hát akik azért ide jelentkeznek, és végzik ugye az MCC képzését, azért egyfajta plusz munkát végeznek ugye a saját rendes középiskolai tanulmányaik mellett. Tehát akik ide jönnek, azok valószínűleg eleve egy kicsit motiváltabbak lehetnek. Így van, természetesen, sőt, olyannyira igaz az, amit mondasz, hogy maga a felvételi procedúra is a középiskolás program esetén egy motiváció alapú bemeneti felvételi eljárás, amiben tulajdonképpen egy felvételi űrlapot kell kitölteni a diáknak, ez az adminisztrációs része, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjuk majd venni a kapcsolatot a későbbiekben a diákkal, tehát e-mail cím, ilyesmi, illetve ezen kívül pedig egy esszét kell megírnia, egy-egy másfél oldalas kritikai esszét kell elkészítenie, egy általa választott olvasmány nyelvényből, filmélményből, sorozatból vagy színházi darabból. Tehát önmagában ez is egy ilyen bemeneti, motivációs történet. A program egész koncepciója úgy épül fel, hogy motiváció alapú marad meg a programban való bentlét is. Nincsen egy kötelező minimum megfogalmazva, amit el kell végezni a diáknak. Egy iszonyatosan nagy és iszonyatosan széles, tudományterületi szempontból is nagyon széles képzési kínálatot kapnak nálunk a diákok, és ők maguk válogathatják össze azt a portfóliót, amire nekik szükségük van, amire úgy érzik, hogy fejlődni szeretnének benne. Ilyen szempontból akkor egy kicsit már hasonlít valamennyire a felsőoktatáshoz is, hiszen ott azért szabadabb egy picit ma már ugye, a témaválasztás vagy a tantárgyválasztás, míg általában azért a közoktatásban ez még nem jellemző. Így van, hogyha ezzel a párhuzammal élünk, akkor úgy kell elképzelni, mint egy olyan felsőoktatási intézményt, ahol szabadon választható kreditekkel tud gazdálkodni a diák. És én azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos ez a fajta rugalmasság ebbe a programba, mert hát a 14-19 éves korosztályról beszélünk, és azért az MCC-be járó középiskolás diákokra az jellemző, hogy nem csak az iskolában teljesítenek jól, hanem amellett rengeteg iskolán kívüli foglalkozásban is részt vesznek. Tehát ők akár versenyszerűen sportolnak, tanulmányi versenyekre járnak, iskolai szakkörökben vesznek részt, és nyilván korlátozott az ő szabadidejük mértéke. Tehát mi is egy olyan mértékű terhelést teszünk csak a diákok számára, amennyit ők felvállalnak magukra. Tehát rengeteg motivációval, rengeteg típusú motivációval jelentkeznek hozzánk a diákok, és igazából erre a sok típusú érdeklődésre kívánunk mi választ adni. A másik dolog talán, ami miatt rendkívül fontos itt a motivációs kérdések ebben a programban, hogy tulajdonképpen, hogyha lecsupaszítjuk a programnak a fő pedagógiai célját, akkor valóban ez lenne, hogy találkozzon egy olyan oktatási képzési felülettel, fórummal a diák az MCC keretében, ahol életében először önmagáért választ ki egy tudományterületet, egy e-learning kurzust, egy szombati előadást és tréninget, tehát saját maga érdeklődéséért és a saját önfejlődéséért tulajdonképpen felelősséget vállalva jár ezekre a képzésekre. És azt gondolom, hogyha ezt az attitűdöt ki lehet alakítani
a diákokban ebben a fiatal korban, akkor egy sokkal magasabb szintű eredményt fognak tudni elérni, akár az érettségén, akár később az egyetemi tanulmányaik folyamán, vagy a munkaerőpiacon, ráadásul sokkal tudatosabbá válik a pályaválasztásuk is. Mi az, amit konkrétan tud adni az MCC ismeretek terén és készségek terén? Talán hadd kezdjek onnan, hogy hogy épül fel a programnak a szerkezete, mert itt tulajdonképpen önmagában két részre lehet bontani a képzési struktúránkat is. Az egyik része online formában zajlik, e-learning kurzusok formájában, ahol jelenleg 9 tudományterületen próbálhatják ki magukat a diákok. A másik fele az pedig az offline, tulajdonképpen most ezt nagyon gyakran használják, hogy az offline élő jelenléti alapú képzések. Erről is fogok majd mesélni. De hogy az e-learning kurzusok kapcsán ilyenekre kell gondolni, hogy néhány példát is tudjak adni a hallgatóknak. Közgazdaságtan tanulhatnak nálunk a diákok, nemzetközi kapcsolatok kurzusunk van, pszichológia, jog, íráskészségfejlesztés, modernkori történelem, irodalom, tehát rengeteg olyan izgalmas terület, amiben alapvetően a társadalom tudományi érdeklődésű diákok megtalálják a maguk számítását, és hát nyilván ezeknek olyan egyetemi szak kimenetelük is van ezeknek a területeknek, amik nagyon divatosak, vonzóak, jó karriert lehet rájuk építeni. Kizárólag társadalomtudományról beszélhetünk egyébként? Az e-learning kurzusok esetében jelenleg igen. Folyamatosan gondolkozunk azon, hogy milyen irányba bővítsük. Rengeteg szuper ötlet van egyébként bent a vezetőségnél is, illetve a középiskolás program munkatársainál is, hogy milyen irányokba lehetne. Akár mondjuk természettudományos irányba is el lehet menni, legalábbis bizonyos részletekig. Hozzánk jelentkeznek, azok többnyire inkább ez a, hogyha középiskolai keretekről beszélünk, akkor inkább ez az irodalom, történelem vonalon mozognak, de gondolkozunk például olyanban is, hogy egy picit ezt a data science-et, ezt az adattudományt, vagy adatbányászat tudományát behozzuk. Ebben azért már nagyon sok matematikai tényező is van, vagy akár a programozási része, hogyha ilyen az informatikai részét nézzük a tudományágnak. De hogy azért itt, ha nagyon kemény statisztika, matematika, függvények, stb. Húzódik meg azért mögött a tudomány mögött. Úgyhogy ilyen területeken gondolkozunk, azért az ilyen szigorú értelemben vett természettudományos témák valószínűleg már nem fognak megjelenni a palettán. Azt mondják manapság, hogy nem elég az életben való boldoguláshoz az, hogyha nagyon felkészültek vagyunk bizonyos témákban, vagy nagyon szorgalmasak vagyunk, hanem el is kell tudni adni magunkat. Itt ugye a kommunikáció szerepe, előadókészség, akár vitakészség bizonyos helyzetekben, ezekre mennyire ad az MCC megfelelő választ, vagy megoldást? Abszolút, tehát és akkor itt rá is tudunk térni igazából a készségfejlesztés részében. Nyilván ezek azok a területek, amik az e-learning kurzusokban is megjelennek egyébként, tehát önmagában a feladatok is általában ilyen nyitott végű feladatok, amelyeket kurzusvezető tanáraink ellenőriznek, értékelnek, pontoznak, stb. De hogy azért az igazán hatékony készségfejlesztés az az élő alkalmainkon, egyrészt szombati ilyen intenzív 10 órától 16 óráig egész napos képzési alkalmakon, másrészt pedig hétköznap délutánonként megszervezett úgynevezett szakmai klub délutánokon kerül a terítékre, és hát ez olyannyira benne van a képzés logikájában, hogy a vitázás, mint műfaj és pedagógiai módszertan, az egy állandóan visszatérő része a középiskolás programunknak. Erre nemrégiben Vita Akadémia is alapult az MCC berkeiben, ahol profi vitavezetőket, profi vitatrénereket igyekszünk képezni, akik egyébként majd az MCC-n kívül is tudják terjeszteni ezt a fajta módszertant. Hát a vitázás az egyik kedvence a mi diákjainknak, tehát hogyha egy ideig nem is hozzuk be a palettába, akkor biztos, hogy kérni fogják. Tehát, hogy ez egy ilyen sajátos. Irányulhat arra, hogy azért mindent nem kell elfogadni, amit mondanak nekünk alapból, hanem legyenek kétségeink, és tegyünk fel kérdéseket, akár vitázunk bizonyos esetekben. Természetesen. Tehát a 21. században ez talán az egyik legfontosabb alkalmazott képesség, készség, a kritikus gondolkodás. Rengeteg információ gyűlik fel körülöttünk, rengeteg információ fut át az agyunkon, a közösségi médián, az okostelefonon, számítógépen keresztül az agyunkon, és hát ezt az információt szűrni kell, és hát ezeknek az információknak sajnos egy része az vagy nem releváns számunkra, vagy nem hiteles forrásból származik, és ezt a fajta
tudást mindenképpen fel kell, ezzel a fajta tudással mindenképpen fel kell vértezni a fiatalokat, pláne akik egyetemi tanulmányokra készülnek, és később felelős pozíciókban helyezkednek el. Tehát ez egy rendkívül fontos képesség, én azt gondolom. Külön képzéseket is szoktunk szervezni ehhez a fajta készségnek a fejlesztéséhez. Melyek azok a témák, területek, szakterületek, amelyek a legnépszerűbbek? Ugye azért mondtad, hogy társadalomtudomány az elég széles aspektus. Így van, ráadásul azért itt is azért határterületeket is beemeltem, tehát a közgazdaságtannak is van egy nagyon erős reálos vonala is, vagy mint én a pszichológia kapcsán sem egyértelműen társadalomtudományokhoz van sorolva, mert hát ott is van egy nagyon kemény anatómiai része, az agykutatás része, stb. Tehát, hogy nyilván itt határterületekkel is foglalkozunk. Alapvetően, hogyha az e-learning kurzusokat nézzük, akkor jelenleg a legnépszerűbb kurzusunk a pszichológia, bár szerintem ennél a korosztálynál ez egyáltalán nem meglepő. Rengeteg olyan, ugye egyrészt abban a fejlődés lélektani állapotban, szakaszban vannak a diákok, hogy ő folyik folyamatosan az önismeret, az énkeresés, ami nyilván egy alapvető érdeklődést és nyitottságot mutatnak emiatt a pszichológia iránt, de hát ugyanígy rendkívül népszerű a közgazdaságtan kurzusunk. A modernkori történelmet ugye rendkívül jól össze tudják kötni az iskolai tanulmányaikkal is. Nagyon sok esetben hiányosak maradnak az ismereteik, ez a diákok visszajelzése ebből a korszakból, és nagyon szívesen vesznek föl emiatt ilyen típusú kurzusokat. Azok a fajta minőségi szakmai viták és minőségi szakmai beszélgetések, amik érveken alapulnak, és ezek egyébként a vita módszertanon, tehát az általunk formálisan levezett vitán általában túlmutató dolgok, tehát lezajlik a vita, és még utána is beszélgetnek erről a fiatalok, mert hát azért jellemző erre a korosztályra, hogy ők már olvasnak újságokat, olvasnak online sajtót, rengeteg információt szereznek, szeretnék kialakítani a véleményüket a világ nagy kérdéseiről, ugye amikkel mi szembesítjük őket a képzések során, tehát mi problémacentrikusan problémákat vettünk fel számukra, amikre ők maguk keresik meg tulajdonképpen a saját adekvát válaszukat, és erre a vita módszertan ez rendkívül alkalmas, és ugye inspirálja magát magában a közösségben is azt, hogy erre legyen igényük, és hogy ezek a fajta viták egymás között is megtörténjenek. A hagyományos oktatással szemben azért van egyfajta rugalmasság, és ugye itt a teljesítés szempontjából is, tehát hogyan lehet ugye a képzést teljesíteni, ez mennyire újdonság Magyarországon? Így általánosságban véve nem tudom, hogy mennyire számít ez újdonságnak, azért a pedagógiai gondolkodásban bőven régóta benne van ez a fajta logika. Főleg egyébként valóban a motiváció szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy olyan területeket tudjon választani a diák, vagy olyan területeken tanuljon, ami valóban érdekli. Ugye maga a felsőoktatási jelentkezés is egy ilyen történet. A középiskolás program logikája az alapvetően jutalmazó logikára épül, tehát hogyha valaki elkezd egy e-learning kurzust, és azt szorgosan végzi, ez egyébként heti rendszerességű feladatok megoldását jelenti, tehát minden héten, hétfőn reggel 8-tól vasárnap éjfélig, van lehetősége feldolgozni az adott heti tananyagot, ami áll egy videó előadásból, áll szakirodalmi tematikából, és áll választható feladatból. Ha a diák ezeket a feladatokat hétről hétre megoldja, ezekre pontokat szerez, a kurzusvezető tanárunk, szakértő tanárunk pontozza, értékel, illetve szöveges visszajelzéssel is ellátja a diákjaink munkáját. Ha ezeket a pontokat szorgosan gyűjti, akkor két teljesítési szinten sikeresen tudja teljesíteni ezeket a kurzusokat, van egy teljesítve kategória, és van egy kiválóan teljesítve, hogyha extrém magas pontszámot ér el a diák. Ez azonban nem elég még egy adott fél évnek a teljesítéséhez, hanem abban a szemeszterben, mi szemeszterekben gondolkozunk hasonló, már picit szocializálva a diákokat az egyetemi gondolkodásra, illetve az egyetemi féléves felosztásnak a megszokására. Ha egy szemeszterben végez aktívan e-learning kurzust, és összegyűjti a teljesítéshez szükséges pontszámokat, akkor két ilyen élő alkalomra el kell jönnie ahhoz, hogy erről mi programbizonyítványt állítsunk ki számára az érettségie évében. Hogyha ezt az adott fél évben megteszi, itt nyilván névsorokat vezetünk az adott képzési alkalmakon, és ez alapján tud teljesíteni. Ha ezt megteszi, akkor az érettség évében az összes általa teljesített képzési programról fog programbizonyítványt kapni nálunk. Mit ér ez? Ugye? Hát a felsőoktatásban is nagy kérdés, hogy mit ér egy diploma, hogyan tud vele
boldogulni, hogyan tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Itt még ugye nem a munkaerőpiacon való elhelyezkedés az elsőleges szempont, de végül mégiscsak kell, hogy valami értéke legyen ennek a bizonyítványnak. Mi az? Az izgalmas, hogy valószínűleg az első álláspályázatukra ez még tud nekik segíteni. Mondjuk pszichológusi pályára készül az illető, elvégzi az egyetemet, akár egy BA szinten, akár egy MA szinten megkapja a pszichológusi diplomáját, és hát azért az, lássuk be, hogy ilyenkor azért elég keskeny, elég ritke még az embernek az önéletrajza, de hát nem is kell egyébként kifejezetten hosszúnak lenni, hiszen pályakezdő, de az nagyon sokat tud adni, én úgy gondolom, az első munkáltatója szemében az első állásinterjúin, hogy ő mellé tudja tenni azt, hogy ő már középiskolás korában is rendkívüli módon érdeklődött a pszichológia iránt, és az MCC-nél elvégzett ő egy ilyen irányú e-learning kurzust, akár teljesített szinten, akár kiválóan teljesített szinten. Tehát egyrészt szerintem ez egy ilyen plusz bizalmat ébreszthet a HR-es kollégában egy ilyen felvételi eljárásnál. Másrésztről pedig nyilván az MCC-s referencia, az úgy gondolom, hogy ez évről évre egyre javuló tendenciát fog mutatni, tehát ez is sokat számít majd a munkaadók szemében, hogy valaki MCC-s diák volt. A másik dolog, ami tapasztalati szinten jön vissza nekünk a diákoktól, és amire rendkívüli gyakorisággal szokták használni a diákok ezt a programbizonyítványunkat. A pályázatokat szeretne megpályázni, hogyha cserediák programokon vesz részt, hogyha külföldi egyetemet jelölt meg, akár rövidebb tanulmányútra, akár hosszabb tanulmányútra, akkor ezeket a referencia papírokat, ezeket beszokták fogadni ezeken a pályázatokon, és ezek általában plusz pontot érnek ezekhez a lehetőségekhez. Egyetemi felvételinél számít valamit? Nagyon jó a kérdés. Itt nincsen olyan szintű akkreditációnk, tehát ezzel plusz pontot a központi felsőoktatási felvételi rendszerben a diákok nem kapnak. Én azt gondolom egyébként, hogyha kapnának, akkor jelenleg nem 2000 diákja lenne a középiskolás programnak, hanem 20 000, úgyhogy lehet, hogy azt a nagyságrendet még nem tudnánk lefedni, de jelenleg nem. Van egy-két ismerősöm, akinek a gyermeke részt vesz az MCC képzésében, és az egyik fő pozitívum, amit említenek, a közösségépítés, bár most nyilván itt az elmúlt időszak nem erről szólt itt sem elsősorban sajnos a Covid miatt, de ugye te már említettük, hogy elég régóta itt vagy, és a középiskolás program is régóta megy már. Mi a közösségépítésnek a jelentősége és a szerepe itt az MCC-nél és a programban? Én azt gondolom, hogy a program sikeressége az ezen áll vagy bukik. Már csak azért is, hogyha ismét visszatérünk ahhoz, hogy a 14-19 éves korosztályról van szó, itt rendkívüli módon felértékelődnek a kortárs kapcsolatoknak a szerepe. Tanulásnak a terepe, szinterei az fokozatosan kerülnek át a szülőkről vagy a pedagógusokról. Nyilván ugyanúgy fontos szerepet játszanak ebben a korosztályban is, sőt, ilyenkor kell nagyon stabilan ott lenni mellettük, én úgy gondolom, de hogy egyre több tanulási szintér a kortársaktól fog jönni. Együtt fedezik fel a világot, együtt alakítják ki a véleményeket a dolgokról. Ők vitáznak, vitatják meg a napoknak a fontos kérdéseit, a világ fontos problémáit. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy ez jelenti azt a plusz motivációt még, ami valóban itt az ismerősök tekintetében is valószínűleg behúzza ezeket a gyerekeket a programba, hogy hozzájuk hasonló érdeklődésű fiatalokkal és kortársakkal tudnak találkozni, és lehet egyébként, hogy a későbbiekben ők majd egy egyetemre fognak járni, sőt lehet, hogy közösen fognak dolgozni egy munkahelyen, vagy lehet, hogy együtt fognak vállalkozást alapítani, vagy céget alapítani, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ismerkedjenek egymással a fiatalok. És talán a másik, hogy mivel ez egy kárpát-medencei kiterjedésű program, tehát nem csak Magyarország területéről, hanem külhoni magyar területekről, illetve távolabb is külföldön élő magyar diákok is tudnak csatlakozni a programhoz. Ugye nyilván itt az e-learning része az rendkívül sokat segít ebben a csatlakozási lehetőségben. Ezért egy óriási nagy ismerkedési bázist tud adni a diákok számára, tehát olyan diákokkal ismerkedhet meg és köthet barátságot, akikkel egyébként valószínűleg a hétköznapi életükben nem találkoznának, mert egymástól földrajzilag nagyon messze élnek. Hogyha mondjuk csak az országnak a két pontján lévő képzési központot nézzük, akkor mondjuk az Zalaegerszeg és a debreceni diák valószínűleg viszonylag ritkán találkozik, ha csak nem egy országos versenyen, vagy sport, vagy bármilyen egyéb megmérettetésen. Nálunk itt a nyári táborokban, illetve az országos budapesti képzési alkalmakon
erre lehetőségük nyílik, és itt azért az nem ritka, hogy ilyen országon átívelő barátságok alakulnak ki a programban. És akkor most egy teljesen új dolgot is, ami esemény, közelgő esemény, MCC Fest, augusztus 5 és 7 között Esztergomban. Nyilván ide is várják, gondolom, hogy minél több középiskolás jöjjön, segítsen, megjelenjen, szerezzen tapasztalatot. Így van, az EDU sétányon külön középiskolás program sátorunk is lesz, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várjuk majd a fiatalokat, illetve a képzést menedzselő, szervező kollégákkal is lehet majd találkozni, beszélgetni. Lehetőséget nyújtunk az e-learning kurzusokba való betekintésbe, lesz várhatóan társasjáték asztalunk is, illetve pszichológus kollégákkal lehet majd különböző teszteket, önismereti teszteket, pályaorientációs teszteket, illetve készségmérő teszteket kitölteni, amiből egy nagyon-nagyon jó beszélgetés fog tudni elindulni a fiatalok és a pszichológus kollégáink között. Az MCC tekintetében elég komoly vízió, jövőkép van. Ugye itt 10 000 diák van megcélozva összesen a következő évben, hogy ezt szeretnénk elérni. Ebben nyilván a középiskolás programnak nagyon fontos szerepe lesz majd. Hogyan tekintesz a jövőben, mit vársz a következő évektől? Így van, itt egy olyan ambiciózus célt fogalmaztunk meg magunknak, hogy 4000 főt szeretnénk bevonni hosszú távon, egy ilyen 3-4-5 éves távlatban a programba. Ez alapvetően annak lesz köszönhető, hogy a távlati terveink szerint minden megyeszékhelyen szeretnénk vidéki operációt nyitni, és ezeket a fajta élő alkalmakat, ezeket a szombati képzési napokat, illetve szakmai klub délutánokat földrajzilag minél közelebb hozni a diákokhoz, családokhoz, hogy minél kevesebb idő menjen el az utazással, és hát nyilván ez az idő szempontjából lehet nagyon fontos a diákok számára, mert hát azt említettem, hogy nagyon sok mindennel szoktak foglalkozni a mi diákjaink. Alapvetően a fő vízió az ezt jelenti, hogy egy ilyen első körben egy ilyen mennyiségi bővülést szeretnénk, és hát nyilván mindezt úgy, hogy közben a minőségi kritériumokat is folyamatosan szem előtt tartjuk, és azokat az oktatókat, akiket az országos budapesti rendezvényeken láttunk korábban eddig vendégként, őket szeretnénk megmutatni a vidéki központjainkban is, tehát hogy ugyanazt a minőséget kapják a diákok, akár Budapesten élnek, akár a Budapesttől nagy távolságra lévő megyeszékhelyeken. Kedves Zsolt, köszönjük szépen a beszélgetést, és a következő időszakban természetesen rendszeresen beszámolunk majd itt az MCC podcastben és a középiskolás programról. Gondolom, hogy lesz miről. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és hát alig várom. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, az elmúlt mintegy fél órában Wittmann Zsolttal, a középiskolás program megbízott program igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.